Nehéz időszakon van túl, és nehéz időszak vár a Pűszfai AK csapatára. Mi történt? Hát, ha egy szóval kellene jellemeznem, igazán semmi. De ha bővebben megengedi, hogy kifejtsem, hát gyakorlatilag az történt, hogy történt nálunk egy edzőváltás. Az én részemről szerettem volna gyerekekkel foglalkozni, illetve a Jugovics Lajos, aki átvette az egésznek az irányítását, ő neki a felfogása, ő egy támadóbb szellemű csapatot szeretett volna összeállítani. Jelen pillanatban én úgy veszem észre, hogy ez a csapat nem alkalmas arra, hogy most ennyire támadó szellembe játszunk. Mi inkább a védekezés részét tudtuk eddig is megfelelően megcsinálni, úgyhogy én ebbe is hiszek. Nem vagyunk egyformák, de gyakorlatilag azért mondom, nagy probléma nincsen. Eleve gratulálunk, hogy országos főtáblára jutottak a Magyar Kupába. Jövő héten nem lesz sétagalop ugye a Soroksár ellen, aki a MB2 tabelláját vezeti. Miklós, mi régóta ismerjük egymást, tehát elüthetném itt viccesen dolgokat. Én a mai mérkőzéssel szeretnék foglalkozni, jövő héten szeretettel várom Fűszfőn, fogok erre is válaszolni, de igazán, hogyha azt mondhatnám, senki ellen, miért menjünk ki feltett kézzel, játék, ha csak azt el tudom velük hitetni, hogy ez egy egyszerű játék, egy foci, nem egy reszketni való dolog, akkor már nyertem. Nem tudom Soroksár ellen mi lesz, azt tudom, hogy ma mi lesz, nyerni fogunk, nyerni szeretnénk. Köszönöm, akkor föl se kellett tennem az utolsó kérdést, hogy mit vár a mai mérkőzéstől. Köszönöm szépen! Yeah.
Jönni fog, Sanyi, jönni fog! Húzza be, Sanyika! Az az öreg, jó az! Ott van! Húzza be! Bravo, Joe! Az átmen, Joe! Bravo! Yeah.
De nem mögé bújjál, kérlek szépen! Vixi, Vixi! Megy a baj, semmi baj, Zé! Megy a baj! Hosszúra figyelj bele, hogy próbálj meg szappal odaérni! Elugodt a fejed, bagyó! Nem van! Nem van! Köszönöm. Thank you.